Hétfő délelőtt még üres volt a csúszda és a többi játék a nyírbogáti mesekert óvoda udvarán. A hivatalos szalagátvágást követően azonban boldogan vették birtokba az új építményeket a gyerekek. A korábban itt lévő játékok a szomszédos bölcsöde építése során sérültek meg, ezért kellett újakra cserélni azokat 5 millió forintos támogatás segítségével. A Magyar Falu keretében pályáztunk udvari játékokra, részben ennek az átadására került sor, másrészt a kerítés, ami a biztonságot szolgálja a gyermekeink számára, azt is a Magyar Falu program keretében sikerült pályáznunk, és gyakorlatilag a Magyar Falu program keretéből ennek a hátsó épületnek a teljes energetikai felújítása, fűtésrendszerének a felújítására tudtunk pályázni. Ebben az épületben kapott helyet 12 millió forintos EFOP-os támogatásból a biztos kezdetház, így a csecsemő kortól az óvoda befejezéséig egy helyen lehetnek a gyerekek. Itt a hátrányos helyzetűeknek is lehetőségük van a felzárkózásra az intézményi keretek közé szokáshoz. A Mesekert óvoda jelenleg 3 csoporttal működik Nyírbogáton. Ez egy régen 5 csoportos óvodából szűkült 3 csoportra. Mikor még annak idején én ide jöttem dolgozni 30 évvel ezelőtt, egy 5 csoportos óvodának lehettünk színhelye. Majd 4 csoportosat zsugorodtunk, jelenleg 3 csoportos az óvodánk, 90 gyerek jár ide, tehát maximális létszámmal működik az óvodánk. A bölcsőde 2 csoportos, ott plusz létszámkeretet adott az önkormányzat, nagyon nagy a szükség és az igény a településünkön a bölcsődére. Emellett a biztos kezdetházba közel 10 gyermek jár a szülővel együtt. A polgármester asszony hozzátette, a most átadott beruházásnak köszönhetően a nyírbogáti közoktatás lassan teljessé válik.